Mit üzennél Pierónak? Itt vagyunk a dal középdöntője után, Zolával az öltözőből rángattunk ki. Hát Zola, eléggé meg vagy zuhanva, hogy így elnézlek. Igen kemény szavakkal illetett Pierró. Igen, épp egy kollégáddal beszélgettem erről, hogy igazából nem is tudom hova tenni ezt a dolgot. Az egyik részével egyet is értek. A személyeskedés részét nem értem, hiszen nem is ismerjük egymást, nem is találkoztunk még soha, nem zenéltünk együtt, nem csinált nekem lemezt, nem csináltam vele interjút régen, tehát hogy nincs is kapcsolatunk, és hogy közvetett módon lehet neki valami úgymond idézőjelesen baja, amit nem tudunk hozzáni. Aztán itt páran így összeültünk, és így elkezdtük megfejteni, hogy akihez személyes, akinek személyes véleményt mondott, ami nyilván pejoratív, hogy ott mi van a háttérben, persze kiderült. Nem tudom, olyan furcsa, hogy valaki egy műsorba behoz egy ilyen dolgot, és igazából keresem, kutatom az okát ennek a dolognak, ha tudsz, hogy akkor tök jól nem megköszönném, úgyhogy ezt a részét abszolút nem vágom. Úgyhogy érdekes, nagyon kíváncsi lennék arra, hogy neki pontosan mi a problémája. Tehát, hogy oké, elmondta, hogy nem tetszik neki ez a stílus, aláírta. Nem tetszik, aláírjuk mi is. Nem tetszik neki a dal sem annyira. Ezt is aláírjuk. Hogy amit utána mondott, az meg egy olyan dolog, hogy most elgondolkodom, hogy nem tetszik neki a basszusgitár, vagy az, hogy a szám közben ordítok egyet. Vagy hogy mi a baj. Tehát igazából mi az elődöntő után még azt is nyilatkoztuk, hogy mi hálával tartozunk neki, hiszen mivel ő lepontozott minket, mi ugye nyilván motiváltabbak lettünk, kettő pedig a közönség kezébe adott minket, ami nekünk tök jó volt, tehát érted? Szóval, hogy ez egy tök jó dramaturgiai fordulat volt, és hogy nyilván ez egy olyan dolog volt, hogy feldobta a labdát, és mindenki lecsapta. De ez egy személyes dolog, amiről nem tudom, hogy mi az, az tök friki. Tehát most itt állok, és így beszélgetünk arra, hogy így, és mi lehet az? Tehát miért, hogy még elmondanám neked, hogy figyeljek, a Pierre-val volt 8 éve egy olyan sztorim, hogy... De nem, hogy ezt sem tudom neked felhozni, pedig itt rengeteg olyan előadó van, aki már dolgozott vele, vagy nem, és azért haragszik rá. Ha! Ez is kiderült. Mit üzennél Pierrónak? Hát én csak azt üzenném neki, hogy valamikor dumáljunk már arról, hogy mégis mi a probléma, mi a baja. Tehát, hogy ami tényleg túlmegy azon, hogy dal, meg előadás, stb., hanem hogy tényleg, hogy valakit úgy jellemezni egy jelzővel, amit ő nem tud hova tenni, mert nem értem. Mióta ismerjük egymást? Másfél éve? Te arrogáns embernek ismertél meg engem? Nem, egyáltalán számomra is furcsa volt. Azért mondom, hogy nem tudjuk. Próbálunk így utána járni személyes vonalon, hogy mi lehet a gondja. Nem jöttünk még rá, és amennyiben rájövünk, én elmondom majd neked tök szívesen, meg nyilván mindenkinek, csak most tényleg így ott állunk a part szélén, hogy így nem tudjuk. És ahhoz mit szóltál, hogy Tatár Csilla Tini kedvenceként konferált fel titeket? Hát mint minden műsorvezetőnek vannak paneljei, neki is vannak, amivel dolgozik, vagy nem tudott éppen mit mondani, egyébként ez nem egy rossz dolog, vagy összekevert a Spunnal minket, mert a Spunnal Tini kedvence, nem pedig mi, úgyhogy megért a nyúl is közben, gyere ide! Szóval azt kérdezte itt a kollega, hogy mit szóltunk ahhoz, hogy a Tatár Csilla azt mondta, hogy a Tini kedvence a New Level Empire. Én mondtam, hogy a Spunnal összekevert minket. Hát én mi örülünk neki, hogy a Tinik is szeretnek minket, a felnőtt emberek is egy csomóan. Nézzük meg közben, Zola épp egy autogramot azt ki. Gyerekek is. Nyúl, nem vagytok ti elveszett gyerekek, hogyan tovább, mi lesz a jövőben? Hát, kell a lelkünknek egy-két nap. Szerintem ez egy ilyen televíziózás történeti csoda volt. Ha bárkinek ez tudatosan célja volt, akkor tök ügyes, mert ezt nagyon jól kitalálták, hogy hogyan lehet lealázó mondatokat nagyon szépen összefoglalva mondani. Én azt mondom, hogy egy erogáns ember volt ebben a stúdióban, és az nem a New Level Empire zenekar tagja, és ennyit szerettem mondani. Na igen, igazam mondjuk, hogy nyúlnak abszolút. Csak ezt nem akartam mondani. Egyébként érdekes tennem megkérdezni a nézőket, tehát hogy összeültetni, mit tudom én, 100 nézőt, és hogy mondja el a véleményét, hogy ez most így ők nekik ez hogy jött le? Szóval ez tök friki. Tudod, nem voltam egy ilyen helyzetben, olyan furcsa, tehát hogy így most ilyen teljesen ilyen megrökönyödve beszélgetünk, igen. Szóval igazából kimerítő választ adtál, szerintem semmi okotok elkeseredni, folytassátok tovább, mi továbbra is nagy rajongóitok maradunk. De aranyosak vagytok, köszönjük szépen, ez jól esett. Jól esett. Te amúgy nős vagy? Igen. Gratulálok hozzá. Szevasz.